gondolat, hogy Benedek pápa volt az utolsó igazi pápa. Szent volt, nagy minden tekintély az övé, sokan szinte így bár már így imádták, bálványozták, amit Benedek mond, ugye német precizitás, nagyon okos teológus. Az utód a Ferenc, egy laza dél-amerikai, és puszilgatja a kisbabákat, meg teát iszik a tömegből, meg átráncigálja őket a kordonon, ahol nem igaz már. És akkor elkezdődött egy ilyen hatalmas összeesküvés elméletgyártás, még azóta is 3 éve, nem azt mondja, hogy napi szinten, de havonta egyszer kapok egy olyan e-mailt, megpróbálok engem meggyőzni, hogy Benedek volt az utolsó igaz pápa, Ferenc pedig egy hamis pápa. És ezt próbálják bizonygatni. Na most, most jön a logika, ugye, hogy tanítja Jézus az igazságot, és az igazságról pontosan kell beszélni. Jó. Benedek pápának, még amikor hivatalban volt, az utolsó beszéde a bíborosokhoz következőképpen hangzott: a következő pápa köztetek van, és én már most föltétlen tiszteletet és engedelmességet fogadok neki. Ezt mondta Benedek pápa. Aki nem hiszi, járjon utána, ez egy tény. Ez egy tény, ezt mondtam. Na most, ha Benedek az utolsó igaz pápa, és ez az utolsó igaz kijelentése, akkor nem ő az utolsó igaz pápa, hanem a mostani pápa is igaz pápa, nem? Mert ő igaz volt. Mit jelent az, hogy igaz? Ez egy kicsit álljunk, hogy igaz pápa. Nem az, hogy nem követett el bűnöket, hanem az, hogy az egyház hitét hitelesen tanította, és őt magát, mint pápát annak idején, 2005-ben érvényesen választották ma. A hitigazságot 8 év alatt, mint pápa képviselte, nem lehet nem képviselni, mert akkor valami súlyos ellentmondás lenne. Na most, gondoljuk át ezt logikusan. Azt mondja Benedek, köztetek van az utódom, én már most engedelmességet fogadok neki. Akkor azok, akik azt mondják, hogy Ferenc pápa hamis pápa, azok tévednek. Ennyi, tévednek. Most a tévedés mögött lehet szélsőséges rossz hiszeműség, tehát rossz szándék, vagy lehet ez a tévedés, hát, jó hiszemű, finoman szólva, talán, nem tudom, ezt bízzuk majd az Úrra, ő eldönti, de az biztos, hogy tévedés. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ki kell mondanunk, hogy mi az, ami tévedés, és mi az, ami pedig igaz. Ha ezt nem mondjuk ki, akkor úgy járhatunk, hogy adott esetben a mérőre azt mondjuk, hogy az iható. És utána az halálhoz vezet. Nyilván a tévedő ember megérdemli a tiszteletet. De nem a tévedése. A tévedése nincs mit tisztelni. Hát tévedtem, munkahelyi baleset, hát 20 ember meghalt. Ugye a tévedése nincs mit tisztelni. A tévedő személy magilleti a védekezés jogát és a többi. Na nézzük tovább. Azt mondja Jézus. Eljön az óra, és már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak. Mert amit az atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. És hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindnyájan, akik a sírokban vannak, meghallják az ő szavát, és előjönnek.
jót tettek az élet feltámadásának, akik pedig gonoszak az ítélet feltámadására. És kicsoda Jézus Krisztus? Lehet, hogy nem mindig bele a kis aranyos képbe, hogy Jézus egy jó bácsi, cukorkákat osztogat, hogy idegesítsétek a tanárt, miközben beszél. Bocsánat. Jézus Krisztus ítélkező bíró. Ítélkező bíró. Itt egy picit álljunk, mert ettől lehet, hogy megijedünk. Nem akarom, hogy megijedjetek. Jó szülő az nem ijeszkedik a gyermekét, hanem vigyázz rá, hogy ne történjen vele semmi rossz, amikor megsérülne. Az, hogy ítélkező bíró, abban ott van az, hogy ő meghalt értünk. Meghalt azért, hogy mi éljünk. És hol van a bírósági tárgyalás? A köztön. Ott ítélkezik mindannyiunk felett. A jobb lator és a bal lator ott vannak mellette köztre feszítve. Vagyis mindannyian. Minden ember köztre van feszítve. Mit jelent a köztre feszítés? Azt, hogy meg fogsz halni. Halálbüntetés. A legaranyosabb kisbabára is ki van mérve a halálbüntetés. Idő kérdése, hogy mikor kerül oda? Mit mond a jobb lator? Azt mondja, hogy mi jogosan vagyunk itt, mert a bűneink miatt kell, hogy meghalljunk. De Jézus, aki itt van köztünk, aki ugyanúgy meghal, mint mi, ő semmi rosszat nem tett. És erre befogja a száját a bal lator, aki addig káromolta Jézust. Ő is ott haldoklott Jézus mellett, és káromolta Jézust. Hihetetlen. Nem volt benne egy szikrány együttérzése. Hát ugyanúgy magha. Vagyis az semmit nem jelent. Mert maga a tény, hogy mindannyian maghalunk, az az egyik legerőteljesebb igazság. Múltkor az Obiba kérdeztem, hogy Obi sokat, mondjatok egy igazságot. Az egyik kisfiú, hogy meg fogunk halni. Egymásra néztünk a felnőttekkel, óvónőkkel, hogy azt tudod, másik, meg fogunk halni. 3-4 éves, ez igazság, meg fogunk halni. A kérdés inkább az, hogy mi lesz a halál után. Fogunk-e élni az örök jó életben? Tehát Jézus ott hal meg, ahol mi. Jézus ott van a kórházi ágyon. Jézus ott van Auschwitzban, a koncentrációs táborban. Fogja a kezünket, és velünk együtt hal meg. Jézus veled szenvedi át a megtérésed fájdalmát. Neked meg kell térned, és ez fáj. Ha nem változol meg, nem mehetsz be a mennyországba. Azt mondja Jézus, ha nem lesznek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országba. Tehát az a jó ebben az ítélkező bíróban, hogy elfogult, mert ő a barátod, mert ő veled hal meg. Egy olyan bíró, képzelj el egy olyan bírót, aki a testvéred, oda mész a bíróságot, és azt veszed észre, hogy hopp, kicserélték a bírót, és a tesót ülött. És szerettél. És ő fog rólad ítéletet mondani. És tulajdonképpen tudod, milyen ítéletet fog mondani? Elővesz a zsebédből egy tökéletesen tiszta tükröt, és azt mondja, hogy gyere csak ide mellé, most szelfizni fogunk, jó? Tudjátok, ide jössz mellém, és most szelfizni fogunk itt a tükröt, és belenézünk. És ott van a te arcom, meg az enyém, és válasz, hogy melyiket akarod.
Ha saját arcodra nézel, elítéled magad. Mert bűnös vagy. Ha Jézus arcára nézel, akkor azt mondod, igen, ezt a tükörképet akarom. Jézussal együtt nézz a tükörbe. Jézus nélkül. Nem csak az van, hogy a bíró odáll eléd és odarakja eléd a tükröt, hát akkor mit látnál rajta? Egy nyomorult, az akinek meg akar halnia és el akar kárhozni. Nem. Jézus odáll mellé, nézzünk be együtt a tükörbe, barátom. Látod? Látod, ilyen az kicsit gáz. Nézd a szegémre, ott balról, látod? Ott az. Na, válasz a kettő közül. Most szabadon, oké? Jézus azt akarja, hogy magunkra öltsük az ő arcát. Ami velünk együtt szenved, azért, hogy minket megmentsen és megtisztítson. Jó. Ebben a fejezetben és a következő fejezetekben is lesz még bőven szó egy nagy vitákról, hogy akkor kicsoda Jézus. Maradjunk most egyelőre abban, hogy egy béna életében kicsoda Jézus. Egy béna életében. Ő a gyógyító. Aki nem tudja magát meggyógyítani. Nincs ember, aki bevigye a vízbe. Mire odaérne valahogy kínlódva legurul, addigra valaki más meg beelőtte a vízbe. Neked van egy embered. Hát van egy jó hírem. Ha nincs is embered, az a legjobb, mert akkor tudsz már másban nem bízni, csak Jézusban. Érted ezt egy kicsit? Ha nincs más, akiben bíz, csak Jézus Krisztusban, akkor vagy igazán egy meggyógyított ember. Ne bízz másban, most ez persze hogyan kéne a gyakorlati életben kivitelezni? Mi azért hát kéne egyként gyakorlati jó tanács, nem? Tehát így apró pénzt fordítani ezt a dolgot. Bármi történik velünk, olyan vagy, olyanok vagyunk mindannyian, mint a kejfeljancsi, ugye? Hogy van beleépítve egy ilyen súly, hogy visszarántjuk a középre. Bármerre lendülünk, középre visszarántja. És az a kérdés, hogy nálad ez a súly hol van? Oda fog visszarántani ez a súly. Gyerekednél van, oda fog visszarántani. Egészségednél van, oda fog visszarántani. A becsületednél van ez a súly, akkor oda fog visszarántani, amikor kapod a pofont. Mert fogod kapni, azt én nem gondolom, hogy azt hiszed, hogy nem fogod kapni. Hova lehet vissza téged a szíved? Azt mondja Jézus, hogy ahol a kincsod van, ott lesz a szíved is. Hol van a kincsod? Hol van ez a belső súly? És ezt konkrétan úgy tudod megtenni, hogy átadod az életedet Jézusnak. És azt mondod, hogy itt vagyok, jó Uram. Itt vagyok. És ez persze minden nap egy folyamatban megteszed újra és újra, hogy Jézus Krisztus, én téged akarlak megismerni. Úgy, ahogy az egyház mondja, ezt aztán már nehezen gyerekre sokan. Ahogy a hagyományban látjuk, ezt meg még végképp kevesen nyelik le. Ott van például Assisi Szent Ferenc, ugye sokan szeretik, választották az állatok védőszentjének. Azóta az elefántok könyörögnek a szentjének. Na nem, de ugye mindent ráaggatnak szegény Assisi Szent Ferencre, csak azért, hogy elfogadható legyen a számukra, de igazából Assisi Szent Ferenc Jézus Krisztusnak volt a bolondja. Nem az állatok védőszentje,
Szent Ferenc természetesen, mint Jézus szeretett minden teremtményt a Földön, és nem csinált ostobaságokat. Egyszer voltam egy hittanórán, gyerekekkel kimentünk a természetbe, játszottunk, és azt vettem észre, hogy az egyik ötödikös fiú állott a fánál, és valamit csinál. Bementem, megnéztem, egy két lépésre, ugye így konvojba mentek a hangyák, majd tartotta az ujját, és egyesével nyomta és így döbbenten néztem ezt a magsemmisítő tábort, hogy vajon miért csinálja ezt, és hát nem akartam rögtön itt nagyot, hogy látni, hogy a faladja a másikat, akkor ugye én ugyanolyan lettem volna, mint ő. Hát én mondjuk akérdeztem tőle, hogy miért csinálod ezt, és abba hagyta. Szóval valahogy így van Jézus is, hogy így megkérdezi, hogy miért csinálod azt, amit eddig csináltam. Sok minden van ám az életünkben, ami ilyen kis hangya agyon nyomogatás. El tudod-e fogadni azt a Jézus Krisztust, aki úgy jön hozzád, mint eddig még soha, aki áttöri az őróla alkotott elképzeléseidet, aki szeretné ezt megtapasztalni, és szeretné ma este átadni a szívét Jézus Krisztusnak, úgy igazán, akár legelőször az életében, vagy úgy, mintha legelőször adnád oda, az bátran álljon fel, lépjön előre egy picit, és most hívjuk Jézust, hogy ő uralkodjon a szívünkben. Hogy a Jézus nevére minden tér megrajoljon, a mennyei a földieké, s a föld alatt valóké, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon. A mennyeieké, a földieké, s a föld alatt valóké, hogy a Jézus nevére minden térben hajoljon. A mennyeieké, a földieké, s a föld alatt valóké.